Sziasztok, én vagyok az, és az előző tragikus rész után most egyből egy jó hírrel kezdenék. Hát nagyjából megtanultam, már kezdek belejönni ebbe a research rendszerbe, éppen egy master node tappingre várok, csak az R nem termelődik újra ebből, szóval arra még várok. Na úgy körülbelül itt járok. Kezdek belejönni, már egész sok mindent felfedeztem, meg is mutatom. Felfedeztem ezt a node preverser, ez a legfontosabb. Igazából nem ez a legfontosabb, de ezt is felfedeztem, hogy ez mindig hagy egyet ugye a nódokon, nehogy ne tudjanak visszatermelni, research mastery, szóval végig lehet nézni mi van, aztán én felfedeztem a Greatwood Vancourt, a Vant Focit és ezt a kettőt, illetve felfedeztem az Alchemy-nél a Nightort, meg a Magical Est-et, tehát a Thumium-ot. Itt azt hiszem csináltam valamit, igen, a Enchanted Fabric, a Goggles of Revealing, na ez nagyon fontos, ezt felfedeztem, ilyet csinálni is fogok. Illetve ezeket itt felfedeztem, aztán Goleman színál, semmit nem csináltam, ja, de ezt a Hungry Chest-et. Itt semmit nem csináltam, itt se csináltam semmit, és itt se csináltam semmit. Szóval, ja, ez van. És akkor a mai részben egyrészt csinálni akarok egy Goggles of Revealing-et, de mielőtt azt megcsináljuk, csinálni akarok pár darab Nightord díszítésnek. Tehát az Ignis, Lux és Potencia. Na most a szénbe azt hiszem, van mind a kettő, ez pedig van ebbe. Szóval akkor, hogy van? Tehát egy darab Nightor, az három darab, jól látom? Abszolút nem látok semmit. Azt hiszem három darab mindenből. Igazából csak beledobok egy csomót, és akkor meglátjuk, mi történik. Tehát akkor ez így, egy Nightor, mondom, két Nightor, három Nightor, négy Nightor, akkor egy, két, hár, négy, és két, hár, négy. Ez így mennyire jó? Hát ez kettő lett. Van még benne valami? Nem. Hát akkor mindegy, akkor kiürítjük szépen. Igen, most egy kicsit keletkezett egy kis taint, de nem is probléma. Ugyanis olyan barátságos helyen élünk, hogy a víz itt nagyon nagy, szóval hogy most kicsit belepiszkítok a levegőbe, az nem fog zavarni senkit. Oké, tehát akkor most van kettő Nightorunk, végül is az is valami. Egyet felrakok mondjuk ide, másikat felrakom oda díszítés céljából. Ez az egyik, és akkor most csinálhatjuk a Goggles of Revealing-et. Az pedig itt van. Na most, az még kettő Thumometer. Akkor csináljunk, igazából még egyet csinálok, mert egy már van. Ja, csinálok még egyet. Ugye a Thumometer az csak annyi, hogy egy darab arany. Meg valamilyen az, valamilyen sart, valószínűleg vízes lesz, mert abból van a legtöbb. Oké? Okay. Tehát hogy kell? Thumometer. Ki a kettő arany? Igazából magamhoz ragadok sokat, mert később is kell. Oké. Okay. Akkor kell egy Thumometer. Igen, aztán kell még pár darab bőr. És mi kell még? Ennyi. Oké, okay, akkor csináljuk meg. Azt itt kell, ezen a akármin. Itt. Ezen. Csak berakom a varázspálcát, berakom a receptet, ugye kettő Thumometer ide. De van kapcsolva ez a mikrofon egyáltalán? Jó, csak így beszélek a semmibe, az lenne mondjuk érdekes. Aztán ez ide, és aztán ez ide. Vagy nem így? Ez így így. Várjunk, hogy is van. Ja, oké. Okay. Akkor ez így ide. Na, oké. Okay. Goggles of Revealing. Na, zsírkirály, hogyha ezt felveszem, akkor fogok látni mindent. Amit most pont nem látok semmi mást. Például itt látnám, itt is látnám. Ugye az lényeg, hogy nem kell ezt a szart szemem előtt tartani, hogyha keresek nódokat, ez a lényeg. Most már látok mindent. És megjegyzem, elég viccesen néz ki. Most denevérem pont nem látszik, de amúgy viccesen néz ki. Oké, okay, tehát. Igen, ezt akartam egyrészt, másrészt pedig egy jobb varázspálcát rakunk már össze. Hogyha nem baj, hogyha baj, akkor is, mert nem tudtok szólni, hogy ne. Tehát, ugye, igen, jó vagyok. Mindegy. Oké, okay. Tehát mi kell akkor egy... ez a Thumometer G-nél van. Akkor egy Greatwood van core, az csak kettő darab Greatwood, az meg szerencsére van erre felé. Azt hiszem, láttam. Jep, ez az. Ebből vágok ki párat, mert tudom, hogy később is kelleni fog valószínűleg.
mondjuk ezt így kivágom igazából. Most itt lesz egy levegőben lógó fadár, most na, nem érdekel engem annyira igazából. Oké, akkor ebből jön egy Great Woodwand Core. Pem. Így ez egy Great Woodwand Core. Aztán kell még nekem kettő darab. Igazából gyorsan oda repülök a crafting table-hoz, mert ehhez az kéne. Ilyen aranyból fogom. Ezt is ott kell akkor? Lehet, hogy akkor ezt is ilyen mágikus crafting table-be kell. Nem tudom igazából. Ezek szerint már hogy nem rendes be. Ja, mindegy, nekem aztán mi az. Mennyi van még ebbe? Oké, még van bőven. Oké, és akkor szintén össze lehet rakni egy jobb varázspálcát. Kész is. Na ez már sokkal többet tud tárolni, mint ez a régi szar. Konkrétan nem tudom mennyit, de mindjárt elmegyünk feltölteni és meglátjuk. Szóval, hol van nekem Aura Node? Lássuk. Tehát itt van levegő meg valami. Ebbe van jó cucc. Természet és jég. Tűz, levegő, ajaj, ha nem tudom. Először menjünk el abba, amiben a jó cucc van. Az erre van, kijelöltem. Majd idővel ezeket lehet mozgatni amúgy. Ezeket az akármiket, node-okat, csak még azt nem fedeztem fel. Gondolkoztam rajta, hogy felfedezem, de már lusta voltam, az a baj. És mivel megvan az a perk, hogy nem kell figyelni arra, hogy maradjon ajaj, random beszpanoló dolgok. Szóval nem kell arra figyelni, hogy maradjon plusz egy mindig. Szóval nyugodtan tudok mostantól kiszivattyúzni bármit. Ott van. Ja, ezért jó a goggles, ez a szemüveg, mert látom távolról, már nem kell ez a szart magam elé tartani. Tehát jössz velem. Nem tudom mennyit tud tárolni, igazából mennyit tud tárolni, nem tudjátok? Biztos tudjátok amúgy. Szinte biztos vagyok benne, hogy biztos tudjátok. Mindegy. Ja, látjátok, most hagyott egyet. Nagyon kedves. Úgy látom, hogy ez már tud 50-et is tárolni, és azt hiszem annyi a max igazából. Még itt van benne valami toll, csak azt nem tudom felszippantani, mert az nem primal aspect. Oké, tehát azt hiszem 50, az új rendben van. Melyik legyen a következő? Levegő meg valami. Csak valami. Ez a slime. Tűz, levegő. Vagy nem. Hát menjünk el ehhez először. És nem tudom melyik jó, melyik nem. Előbb-utóbb úgyis feltöltődik az egész pálcám, szóval csak köröket kell járni. Az a problémám igazából, hogy köröket kell járni. Ó, ez itt mi? Ilyen fehér kő, lápa. Ha. Ez most nincsen jó poén volt. Közben itt elmegyünk a szomorú fűz mellett, meg ilyesmi. Amúgy utólag is elnézést a előző rossz rész miatt, ez nem lett valami jó, meg ideges is voltam, mit tudom én. Mondjuk ugyanaznap vettem fel, szóval végül is ez nem kifogás, mert most is ugyanilyen hangulatom van, mint akkor, de... értitek. És amúgy most van az, hogy nagyon előre veszek fel, tehát ez már a 15. rész, és most van fent még a 9. azt hiszem. Szóval most kifejezetten előre dolgozok, direkt. Oké, akkor ezt nagyon gyorsan megtöltjük. Perlelele. Ennyi. 50-50, nagyszerű, még legyen a következő. Legyen a tüzes. Tűz, levegő. Oda megyünk. Ajaj, sötétedik ez a szar. Ja, és amúgy találtam tököt. Ezt még korábban, még két részsel ezelőtt csak elfelejtettem mondani. Node keresgélés közben találtam tököt. Mi ez a barna szarlé? Fúj, sewage. Inkább nem megyek bele. Mert ez konkrétan szarlé igazából. Végül is lehetne csinálni ilyen teljes szettet, ami igazából tök jó lenne, csak nem tudom, az azért drága egy kicsit szerintem. Viszont akkor kevesebb mágiába kerülni a varázslást, szóval nem tudom, te meg mi vagy? Tiger Leaves, lol. Na mindegy, nekem aztán 8, ott van a node, amit keresünk. Szerintem ez az legalábbis. Itt van kettő is. Megszippantalak. Ebből ne, vagy de? Tudunk belőle szippantani? Ja, de tudunk. Oké, akkor ez megtölti a levegőt. Hát csak nincs elég. Mindegy, ebben van még levegő, azt hiszem. Ja, van, meg tűz is, szóval királyság van. És akkor már csak egy hiányzik, ami nem tudom micsoda, de egy hiányzik. Az az egy, meg szerintem valahol
itt lesz. Menjünk abba. Víz, igen, ez hiányzik, még víz nincs benne. Szóval ez akkor pont jó lesz, mert ez közel is van a házhoz, és nagyon nagy lagot kaptam, de elmúlt. Gondolom, ilyenkor szokott vágni, belevágni a Fraps. És ugye ez is valószínűleg egy vágatlan videó lesz, mert most ez egy vágatlan videó lesz, most ez van. Szóval azért nem vágom ki ezeket a repülős jeleneteket, amikor csak repülök össze-vissza, mint egy rendes hülye, mert konkrétan most nem tehetem, mert sietek picikét, de... Hát nem tudom, remélem azért nem túl unalmas. Így végig pofázom a dolgokat, szóval csak nem. Vagy de? Ugye nem? Mindegy. Szóval továbbra se kaptam meg ugye a kommenteket, hogy hogy működik az Enchanting Table, amit amúgy tényleg nem tudom, hogy működik. Konkrétan. Hello, Skelly. Csak átrepülök. Ne is törődj velem igazából. Itt, oh, itt egy node. Hello. Te mit tudsz? Na, semmi újat nem tudsz mutatni, akkor itt is hagylak. Nekem most vizes kell. Ott egy slime sziget amúgy. Ott lebeg, látszik a térképen. Oké, itt van ez a sötét biom, ami igazából gonosz. Ott van a node, amit keresünk szerintem, vagy lehet, hogy ez egy másik. Szerintem ez egy másik, de ez gonosz, mert fekete. Ja, meg izé totemben van. Ah, ebbe is, ebbe is van víz, szóval végül is nem is olyan rossz ez. Csak túl kevés víz, szóval. Vagy ez volt az? Nem, ez be se volt jelölve. Hol van? Ja, ott van, megláttam, oké. Szóval fel kéne emelni, mert ez itt nem biztonságos, oké. Pérépé, pérépé, péom. Valahol itt van. Hol van? Ott van. Ez a föld alatt van, bőven. Akkor hol van? Ah, itt van, oké, zsír. Ebbe van jó sok víz. Ó, ebbe van minden szinte. Oké, így megtöltöttük a vadonatúj pálcánkat, most már lehet hazafelé repülni. Ami, ez itt. Ah, arra, oké, zsír. Közben ehetünk is egyet. Zsír és kóvosvál, van egy sokkal nagyobb, hát konkrétan kétszer akkora kapacitású varázspálcánk. Ezt meg ki lehet dobni szerintem. Nem kell. Sokkal királyabb van most. Oké, tehát. Most, hogy ez megvan, igazából nem tudom, mit csinálunk, mert nem terveztem el, mert én ilyen suta vagyok. Amúgy tenyésztettem... Ó, ezt nézzétek. Au! Hé, te! Én is tudok repülni ám most már. Mit kell? Ekkora izé fluxot okoztam? Au! Ne! Nem is tudlak utolérni. Ekkora izét? Fluxust, vagy izét, rossz energiákat okoztam azzal, hogy most kiöntöttem egy kis szar levegőt. Remélem nem. Végül is egy wisp. Oké, tudok aludni. Szóval egy wisp megjelenése az lehet, hogy egy kicsit aggasztó, nem, hogy itt megjelenjen nekem a taint, aztán nézhetek össze-vissza. Haha, val faszok. Oké. Na most kérdés, igen, itt már újra termett az air, szóval esetleg lehetne ezt folytatni kamerába, szóval ott tartottam, hogy ilyen medvecsapda, nem medvecsapda, hanem motuszt akartam gyártani, ugye ahhoz kellett az air. Így, egy motusz. Az kell ide talán, és már kész is. Master Note Tapping, pont amikor már körüljártam, de mindegy. Na most ez azt hiszem azt tudja, hogy mit tud ez? Azt tudja, hogy oké. Tehát most az van, hogy ugye találtunk korábban olyan nódokat, amiben olyan is volt, ami nem alap, tehát nem fér be a pálcába. Na most ez a Master Node Tapping, ez azt tudja, hogy azokat lebontja alapanyagaira, és azt is fel tudom szívni. Legalábbis azt hiszem, hogy ez az. Oké, aztán, hogy mit csinálunk most, azt nem tudom, ugyanis én azt hittem, hogy ez a kraftolás, keresgélés az egész részre el fog tartani, és nem terveztem mást. És akkor most ugye a rész felénél körülbelül nem tudok mit csinálni, ez mindenféleképpen izgalmas. Felfedezünk valamit? Azt nem akarom felvételbe, az a baj. Mert egyrészt nagyon hosszú és unalmas, másrészt meg nem is olyan jó igazából, hogyha én most azt akarom csinálni. Úristen, most befagytam. Oké, tehát. Várjatok egy percet. Tudom, mit fogunk csinálni. Még korábban mondtam, hogy van itt egy ilyen. Mi ez? Hogy hívják ezt?
Thermal Expansion. Ja, itt kell, oké. És itt van egy olyan blokk valahol, hogy ez Mechanics Workbench, ilyet akarok csinálni. Tehát akkor ez csak egy... Ez egy papír, tin raise. Oké, ez nem nagy cucc, ezt meg tudom csinálni. Tehát akkor kellett egy chesty. Kellett egy ez. Kellett egy papír, meg tin és raise. Szerencsére mindenből van sok. Oké, tehát. És ez egy olyan dolog, amihez nem kell energia, szóval ez emiatt is praktikus számomra. Mondjuk letesszük ide. És akkor azt tudja, hogy bele lehet rakni ilyen... Tehát tulajdonképpen mint a Red Powerből régen a Project Table körülbelül azt tudja. Bele lehet rakni ilyen semetiket, vagy nem tudom mi ez. Ami kék, meg két papír. Tehát akkor valahol van nekem lapisom. Igen. Meg papír. Nem hús, te hülye, hanem ez. Így, és akkor ezt szépen meg lehet írni. Na most én a következővel szeretném megírni. Az egyik, az egy piszton recept lenne igazából, mert azt sokat használom. Tehát akkor most összerakok egy... Ah, mondjuk nincsen semmim hozzá, de már szívacs össze akarokni egy pisztont, úgyhogy nincsen semmi hozzá. Tehát ezek már nem kellenek. Így. És akkor egy darab redstone. Köszönöm szépen. Okéka. Össze tudjuk rakni most már szerintem, csak ez fordítva van. Perelem. Állj! Nem is itt, te hülye, hanem itt. Pont ez ennek a lényege. Szóval. Perelem. Pem. Pem. És... Perlem, perlem. Oké, és köszi, meg lehet írni. És akkor most már ez pisztont tud csinálni bármikor, csak bele kell helyeznem az alapanyagokat. Szóval ez tök jó. A másikat, meg igazából... Mire csináljam? Szerintem olyan machine frame-re igazából, hogy... Nem is biztos, hogy kell nekem, mert végül is megvan az összes... gép, amihez machine frame kell, bár ki tudja, lehet, hogy később jól jön. Jó, csináljuk egy machine frame-et akkor ilyen példaként. Tehát ahhoz megint kellett egy arany. Minden más van, kivéve ezt. Oké. Tehát, nézzük meg. Akkor egyrészt van ez. Aztán van ez. És van az üveg. Kicserélte. Oké. És akkor szépen ezt is meg lehet írni, és kitakarítani. És akkor most már van egy piszton, meg egy machine frame. Gyorsan, könnyedén tudjuk csinálni. Így, ennyi. Zsírkirály. Oké, akkor ez megvan, és mostantól nem kapok 80 ezer kommentet. Mert kell így 80 ezer piszton csinálni. Oké, nem kell mostantól. Még van egy hely, hogyha esetleg később kitalálok valami nagyon okosságot. Amit esetleg lehetne csinálni, és nézzük már meg a teheneinket, meg a farmunkat, hogy mi a helyzet odakint. Hát ha már, amúgy ezt is automatizálni fogom valamikor a jövőben. Én nem tudom pontosan mikor, de valamikor biztos. Meg aztán méhezünk is, most már tényleg, mert eddig nem nagyon jött össze, úristen milyen sapkátok van. Most mindenki jönne ki, de nem. Nem engedem őket így ki. Oké, mindenki összejött. Mindenkivel nagyon nagy a boldogság. Kicsit kezd tömeg lenni oda bent. Erről lehet, hogy gondoskodni kéne pár darab kinyírásával. Muhahahaha. Oh yeah. Ez azért vajon Európai Uniós előírás alapján? Nem hiszem. És most végig kell nézniük, ahogy kinyírom a másikat. Milyen trauma lehet ez számukra. Ezért kettő marad. Minimum. Kinyírom ezt a sapkásot is, mert zavar. Így né. Három kicsi, két szülő. Átlagos, egy idilli családi képet láthatunk, emberek. Áó. Idilli családi kép, két szülő, három gyerekkel. Azt ne vegyük figyelembe, hogy most töltem meg az egész feljebb menő családi ágaikat. Tehát így nagypapától kezdve mindenkit, de az minket ne zavarjon. Oké, kisütöm a húst, mert
azért, na, profitáljunk valamivel. Jó, és akkor szerintem, még megnézem, mi van ebben, lehet, hogy van valami. Ó, honnan szereztem ennyi mindent? Random dolgok. 37 rész, ez nem is rossz. Becsesszük ide. Oké, random dolgokat azért talál az ember néha, hogyha odafigyel. Jó, viszont szerintem én ezt befejezem ezt a részt. Tudom, hogy rövidebb, meg az előző is rövidebb volt, de emiatt elnézést, csak kicsit korábban befejeztem azt, amit mai részre terveztem, és emiatt most padhelyzet van tulajdonképpen. Ezt a papírt meg magamnál tartom. És akkor a következő részben még kitalálom, hogy mi lesz. Lehet, hogy kicsit felfüggesztjük a Thumbcraftot, lehet, nem tudom. Viszont fejtelen kívül ez biztos, hogy még meg fogom csinálni a maradék research-et. Például a Nodina Jar az jó lenne, meg az Infusion Crafting, az mondjuk nem tudom hol van. Lehet, hogy itt. Vagy esetleg itt. Deconstruction Table. Ha. Jó, nem tudom hol kell. Mondjuk Arcane Levitator, ez is jó lenne nekem. Azt is lehet felfedezem. Arcane ír, fogalmam sincs, hogy mi ez. Jó, szóval vannak meg itt érdekes dolgok, amiket majd fel lehet fedezni. Itt a Thumic Tinkerernél is. Ugye egy kiegészítő mod a Thumbcrafthoz, szóval. Meg a méhez, méhes dolgok. Szóval lesz itt még móka, de viszont én akkor mára köszönöm a figyelmet. Sziasztok!